Sziasztok, boldog hétfőt mindenkinek! Köszöntök mindenkit a Silent Age című játékban, ami egy point and click adventure. Eddig még semmit nem játszottam vele. Néhány évvel ezelőtt, talán amikor megjelent, akkor láttam az intróját és nagyon megtetszett, illetve némi gameplayt is láttam belőle. Úgyhogy szerintem kezdjük is el, gondolom az eleje az ilyen tutoriál jellegű lesz. Nagyon jó, kapunk egy kis sztorit. Falat festünk. Mi vagyunk a falfestő emberke. 68-ban még mindig falat festünk? Nem, most már katonák vagyunk, vagy jönnek a katonák. A játék megkért egyébként, hogy használjak fejhallgatót, és természetesen fejhallgatóval veszem fel a dolgokat. Úgyhogy én is azt javaslom nektek, hogy ti is, ha tudtok, akkor használjatok fejhallgatót a játékhoz, mert ugye a játék hangja fel van véve. Szépnek nagyon szép a játék, már így. Ez már most látszik belőle. És ingém is ilyen szép lesz egyébként a grafikája. Nyilván kicsit alacsony a dizájnja, tehát látjátok, de azért szépen meg van csinálva. Jó. Hú. Na itt mi van? Nagyon jó. Itt van valami? Nyilván nem tudunk a liftbe bemenni. Jó. Igazából segít nekünk, mert mutatja, hogy mire tudunk kattintani és mire nem. Úgy tűnik. Nagyon jó. Látni akarnak minket. Lehet egyébként, hogy játszani kellene. Mármint, hogy menni a játékkal. Ez az én irodám. Kiváló. Menjünk be. És nem tölt annyit, mint a Szibéria. Van egy izzónk. Eltesszük. Van egy teniszütőnk. Oké, először fel kell kapcsolnunk a villanyt. Szóval ez ki van égve. Aha, mondjuk, hogyha használjuk rajta, akkor kicseréltük. Nagyon jó. Na most már látunk is. Vannak kesztyűk. Meg van a teniszütőnk. A teniszütő nem kell. Biztos nem? Nem, a teniszütő nem kell. Megpróbálunk mindent összeszedni. Kávé. Hát ez a access card, nagyon jó, access cardunk már van. Üljünk le a székre? Nem. Ezek mik ezek a hordók? Nagyon jó. Employee of the month. Jó, azt hiszem, hogy ez a szoba ez ennyi volt nekünk. És ehhez Blue Access Card kell, úgyhogy ezek szerint ide tudunk jönni. Használjuk a Blue Access Cardot. És el is tűnt a Blue Access Cardunk. Na, Arkon. Ez a cégnek a neve. Modern Art. Oh, hello, Chaisi. Na, Mizu. There you are, sweetie. Mr. Hill's expecting you. Just walk right in. Okay, megyek. What's the matter, sugar? Cat got your tongue? Just get your hiney in there. Jó. Ez egy növény. Meg a titkárnő. Rododendron. Bemegyünk a főnihez.
Szeva főni. Hú, mennyi óra. Nagyon jó. Itt a főnök képe. Szeva főni, nagy amerikai főni. It's Joe, sir. Of course, Joseph. How long is it that you've been with this company, Joseph? Ki fognak rúgni minket, hajjaj. Ah, yes, then by now you must know that what we do here is very important. Nagyon fontos. National security may be just a word to most people, Jasper, but for men like you and I, it means so much more. We see the people behind those words. We understand that it means the safety of every citizen in this country, not to mention the shareholders and the hard-working clerks and stakeholders at the government funding agencies. It also means a lot of pressure. A lot. And some men just buckle. Which brings me to the main point of my agenda. A position just opened up and we're promoting you to. No csak, nem kirúgtak, hanem. I'm. Sir? Előléptettek minket. The company doesn't notice its hard working employees. We reward achievement in this organization, young man. And you've just made yourself a gold star. Kiváló. This means that from now on, you will be in charge of not only yours, but Frank's assignments too. Jaj, de jó. That's right. That means downstairs lab sanitation, drain assignments. Nyilván ugyanazért a fizetésért. All the clearance that entails. That's a lot of responsibility we're investing in you, Jasper. I thank you, sir. But what about Frank? I know you made a great team, but Frank decided to pursue a different career path this morning. We wish him all the best. Nyilván. And of course you understand that we won't be able to present you with a fancy title or a miserable phrase. This is a modern company, you understand. We like to keep a flat organizational structure. Nyilván. I. So congratulations, Jasper. I bet you must be very excited to get back to work with all your new responsibilities. That's perfectly understandable. I won't keep you a minute longer. Here's your key card. Kiváló. Szóval most kétszer annyi munkát kell elvégeznünk ugyanazért a fizetésért. Te főni? Én megfojtalak. I'm sure you have a lot of important work to attend to in your new position, son. Your raised clearance level should give you access to Frank's former janitorial turf in the basement. Better get to it. Jó. Yes, Mr. Hill, sir. Thank you, sir. Ilyenkor kellett volna felmondanod. Még megtehetted volna. Figyú, titkár csaj. Dumáljunk már kicsit. Nem, nem hajlandó. Na, ablakon nem tudunk kinézni? Nem. Ott is esik az eső, itt is esik az eső. Úgyni. Kinyitjuk ezt is. Juhú! Megyünk le és megtaláljuk, hogy mi történt Frankkel. Galacsin. És nem tud fölvenni? Jó. Na, nézzünk körbe. Gondolom dolgoznom kellene valamit. Húha, ez itt vér. Dudes. Oké, valószínűleg követnünk kellene a vérnyomot. Itt valami történt. Áú. Na, akkor viszont ezt fogjuk. Így. Rendbe raktuk. Kiváló. Ennyi. Már nincs is baja. Ó, mennyi vér. Haha. Egy zsebkendő. Oké.
És még több vér. Most vajon föl kell nekünk oda mennünk? Aha, ez csak két ember tudja kinyitni. Tehát kell nekünk találnunk valakit, aki segít abban, hogy ezt kinyissuk. Szuper számítógépet láthatunk. Jó, akkor ezt a vért ezt összeszedjük a zsebkendővel, amit találtunk. És elviszük a menedzsmenthez. Úgyhogy most visszamegyünk. Ide be tudunk jutni? Nem. Itt ez zárva van. Úgyhogy visszamegyünk a lifttel. Ezt valószínűleg fel kell majd vennünk. Ez is vér. Ja, ki kéne nyitni az ajtót, igaz? Pötty. Nagyon jó. Ez egy kicsit horror sztori, nem mondom. Valaki volt itt, vagy az én voltam? Na, várjál. Bejövünk előbb ide. Én félek, hogy valaki járt itt. Nem járt itt senki. Mondjuk, és mit viszel? Elviszi a kávéspoharam? Vagy Frankét? Ez valószínűleg Frank vére lesz egyébként. Én ezt sejtem. Futunk tovább, és bemegyünk, beszélünk ezzel az emberrel, hogy hey, dude. Oh. Hey, Choicy. Miss Goulet? Something's bad. The downstairs handkerchief has basement all over the blood. Takarítsam fel. No, I mean... Good heavens, sugar. That rag's got blood all over. Have you hurt yourself again? Figyelsz rám? No, it's... We keep telling you boys to follow company safety policy. I send out memos almost every week. Mert az megoldja a problémát. I honestly don't know why I bother sometimes. You may look like capable grown men in those boiler suits. But you're really just big boys, ain't you? Ja, igen. But I'm not the one who... No need to explain. Let me just take care of that for you. Now, let's see what Gloria has for you here. Ooh, nice clean band-aid. Just go wash up and put that on. You'll be as good as new. But... Now run along, you little scamp. Okay. Ez nyilván még mindig zárva. Hát de már beszéltem vele. Jó, akkor visszamegyünk a laborba. És megnézzük, hogy mi a nyavaja történt itt. Na, fel tudjuk már venni ezt? Nem tudjuk. Kinyitjuk az ajtót szokás szerint. Ez nyilván zárva. Úgyhogy akkor csak ide tudunk bejutni. Már értem. Leragasztjuk az egyik gombot. Hogy ez senkinek nem jutott eszébe. Ha. Jó. És bejövünk ide. Nem biztos, hogy a legjobb ötlet. De megpróbáljuk. Ó, hello. Te meg ki vagy és mit csinálsz itt? Mister, are you all right? You're bleeding. That's a lot of blood. Stay right here. I'll go get help. No! Don't get anyone. Are you alone? Igen, egyedül vagyok. I'm not sure what... I asked you a question. Are you alone? Igen. Yes, I came down here by myself. Good enough. Listen, I'm shot bad. I don't have a lot of time, but I'm also not important. At least this version of me isn't.
What's important is that you understand what I am about to tell you now. Na, figyelek. Should I be writing this down? I don't have anything to write with. Shut up and pay attention! You're standing on the brink of an extinction-level event, set in motion by greedy half-wits that will eventually end the lives of every man, woman, and child on the planet. I know this because I'm partially to blame. And though I realized our folly in time, less sane and more senior heads prevailed. I have arrived from 40 years into the future to prevent it from happening. Csak nem én vagyok a jövőből. Things are obviously vastly more complex than this, but for lack of time to explain this properly to an insufficiently primed recipient intellect, I am what you would probably perceive as a time traveler. Mister, you've obviously lost a lot of blood. Shut up. Quiet! I have planned this out in every detail for the better part of my life. And I'll be damned if I will let it fail because of a single gun-toting, overachieving parking attendant who wasn't where he was supposed to be at this point in time. Thankfully, you look fleeceable enough to be coaxed into performing one simple task for me. I want you to find me and tell me about this event before I depart for the past. You'll need this. Jó, akkor nem mi vagyunk a jövőből. What is this? It is a portable, interdimensional, planar membrane chronosync instrument. Mhm. Király. It's a goddamn time machine, okay? Okay, így már jobban érthető. For reasons you'll quickly come to realize, the device runs on solar rechargeable batteries. Despite this, I want you to keep it hidden until you're out of town. Don't let anyone see you with it, especially in here. Okay. Mister, between the blood and all this space talk, you're making me quite dizzy. I'm not sure how I can help you other than by calling security and getting you to an ambulance. Just take the damn device and find me. You find me, you hear? Go. Go. Szóval temporális bujócskát játszunk. Mister? Meghalt. Mister? Help! Help! I need help in here! Nincs is senki az egész épületben. Oh, cső. Stay right there, sir. Listen, you gotta help me. There's a guy in there. There's a lot of blood. He needs help. I said, stay right there. Jó, maradok. There. Meg sem mozdultam. But I work here. You know me. I... Keep your hands where I can see them. Palms flat against the wall. Spread your legs. The police are on their way. Kiváló.